Licsértessék a Jézus Krisztus boldog, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek a bonom tévén keresztül. Hadd szabadjon egy kicsit lelkesíteni mindenkit, hogy lélekkel átitatott ünnep legyen ez, és ezért ne csak erre a két-három napra szóljon, hanem meghatározója legyen egész további életünknek. Ehhez úgy gondolom az kell, hogy először is lélekben, utazzunk el Betlehembe. Nézzünk be abba a barlangistálóba. Egy csodálatos, szinte azt mondhatom, hogy az Isten nagyságát majdhogy nem megcáfolni akarónak tűnő képtárul elénk. És ott van egy csecsemő, egy kiszolgáltatott, talán sívó, rívó, bocsánat, de talán még időnként tisztába is kellett tenni őt, tehát tényleg kiszolgáltatott kis baba, egy újszülött, körülötte a legártatlanabb arcú asszony és férfi, akik maguk is csodálják ezt az újszülöttet, aki azon az éjszakán fölsírt, aztán hát ott vannak a kedves állattestvéreink. A legegyszerűbb környezet, és mégis a történelem legnagyszerűbb pillanatának helyszíne. De ha úgymond ott hagyjuk őt, akkor soha nem lesz a miénk karácsony, nem lesz igazán Jézus születése ünnepe december 25-e. Ezért egy következő pillantással már a saját otthonunkat nézzük meg, ahol ott kell, hogy legyen megint csak Jézus. Ott kell, hogy legyen mert megkeresztelt emberek között élhetünk, mert szüleink akaratában talán gyermekkorunkban meglettünk keresztelve, ezért Isten gyermekei lettünk, és kapaszkodjunk meg, ezzel Jézus testvérei. Minnyáján Krisztus hordozók vagyunk. De különösen, amikor valaki közülünk nem éli meg az emberi lét teljességét. És itt most véletlenül sem akarok ünneprontó lenni, de gondoljunk azokra, akik tehát testben nem tökéletesek. Mert talán ők állnak legközelebb Krisztushoz. Ők hordozzák magukban legjobban, ebben a kiszolgáltatottságukban a teremtő, megváltó és megszentelő Istent, mint Isten gyermekei, és éppen ezért, mint Jézus testvérkéi olyan különös élmény mindenkor. Fölfedezni egy betegben, egy szegényben, egy koldulóban magát Jézust. Engedd magadhoz közel, a saját otthonodban. Legyen olyan szemed, hogy észreved, talán újszülött unoka, gyermek van a közeledben, atyhálát érte a Jó Istennek. Ő maga egy picit megtestesíti neked, a betlehemi éjszakában megszületett Jézust. Vagy, és ezen már a harmadik gondolat felé nyitok egy kis rést, vagy hazahozta valaki számodra is a templomból az eukarisztiát, szentáldozáshoz járulva lett most a te otthonod Betlehemé, lehet, hogy éppen te áldoztál, vagyis te vehetted magadhoz a Krisztus testeként meghirdetett parányi szentostját, az eukarisztiát. És ezért belépett otthonodba Jézus. Ott van. És mint amilyen kiszolgáltatott volt ott a pásztorok szemelátára, és Mária és József segítségére szorulva, itt is most szinte kiszolgáltatott. Magadhoz vetted, és történik vele, részben az, ami a biológia törvénye szerint kell, hogy történjék vele. Parányi részecskéi el lehet és érdemes is gondolkodni rajta, eljutnak testedben mindenhová. Hisz mind abból lesz, amit magadhoz vettél, hajszálattól kezdve, izom kötegeidig, mindened. Mindenhol ott van tehát benned a templomból hazavitt szentostjában, misztikusan, de valóságosan jelenlévő Jézus. És ahogy mondtam, ezzel már valóban ajtót nyitunk a harmadik helyszínre. Betlehem, saját otthonod, a templom. Ne próbáld megérni élni kereszténységedet templom nélkül. Ne próbálj önmagadat áltatva, Igaz keresztény lenni úgy, ha az egyházat nem tartott fontosnak. Mert az egyház Jézus misztikus teste ugyancsak hasonlóan a Szentostyához, de maga ez az egyház, mint ahogy a teológia mondja, ős szentség, hordozza magában ugyancsak Jézust. És ezért képes arra, hogy adja nekünk Jézust. Ha te csak otthon akarsz imádkozni, Bibliát olvasni, szent dolgokkal úgymond foglalkozni, de ezt a lépést nem teszed meg, nem fog sikerülni igazán Isten élményét tenni, akár a karácsonyi napokat, akár egész életedet. Használd az Ekléziában, az Egyházban jelenlévő, szolgáló, téged is segíteni, szolgálni akaró Krisztust ismert föl a templomban, ismert föl a mindabban a cselekményben, ami a templomban lejátszódik, a keresztéléstől kezdve esetleg egy-egy alkalommal a betegek kenetének kiszolgáltatásáig. Mindebben az egyház, az egyházon keresztül szolgál téged Jézus, és így lesz mindhárom helyszínen, Betlehemben, a saját kis otthonodban, és a templomban olyan Isten élményed, mint amilyen volt a Szent Párnak, Máriának és Józsefnek, pásztoroknak, előbb-utóbb a napkeleti bölcseknek, és mindenkinek, aki később látta, illetve aztán hallotta ezt a történetet. Kapcsolódj hát be, és te magad, teremts magadnak ilyen módon, kegyelemteljes, boldog, áldott karácsony. Ezt kívánom neked, és minden hozzátartozódnak, akik felé tolmácsolni tudod a Bonom Televízió és annak programigazgatója üdvözletét, köszöntését. Dicsértessék a Jézus Krisztus!